Milyen alkalomból történt koszorúzás és hány helyszínen? Május utolsó vasárnapja, most már évtizedek óta a Magyar Hősök napja, amikor azokat a honvédeket, civileket ünnepeljük, akik Magyarországért, hazánkért hősi halált haltak. Természetes, hogy Karcagváros önkormányzata is megemlékezik erről a jeles évfordulóról, illetve azokról a hősökről, akik Magyarországért és benne szűkebb környezetünkért, Karcagért, a nagykunságért áldozták életüket. Az első világháborús, a második világháborús emlékműnél és itt a Levente emlékműnél is tiszteletünket tettük, fejünket hajtottunk az elesett áldozatokért. Kik helyezték el a koszorúkat az említett helyszíneken? Karcagváros önkormányzatának tisztségviselői, alpolgármester úr, alpolgármester asszony, a hivatal részéről, jegyző úr, a képviselőtestület részéről, Pintér Zoltán Árpád képviselő úr, és természetesen F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr is jelen volt a megemlékezésen.